Mi már a közbeszerzésnél járunk, de hol vagyunk még attól, Varjú László, Demokratikus Koalíció pártjának országgyűlési képviselője. Nézem itt az adatok meg azt mutatják, hogy ilyen jól az életben nem szerepelt még megalakulása óta a Demokratikus Koalíció, legalábbis a Tárki azt mondja, hogy átlépték a parlamenti küszöböt. Ezt meglepetéssel, örömmel, vagy egy jóvágyó rábólintással fogadták a pártban? Hát inkább az utóbbi kettő, tehát egy mindenképpen örömmel, hogy most már második alkalommal december után van egy, illetve a második olyan közelemkutató társaság van, aki a Demokratikus Koalíció népszerűségét méri a parlamenti bejutási küszöb felett, és ezt a trendet szeretnénk megőrizni a következő időszakban. Gyurcsány Ferenc az évértékelőjében, bocsánat, azt mondta, hogy az első számú párttá szeretnék kinőni magukat a következő választásokra a baloldalon. Azért az nagyon messze van, még főleg látva azt, hogy voltak éppen az MSZP is erősödni tűnik. Mindkét csoport elősödik, és ebben természetesen a Demokratikus Koalíció törekszik arra, hogy 2014-ig a baloldal legerősebb pártja legyen, és ebben olyan üzeneteket és olyan ajánlásokat szeretnék megfogalmazni a választóink felé, amelyek egyértelművé teszik azt, hogy egy nagyon szakszerű módon a Szabadság és a Szolidaritás pártjaként érdemes bennünket támogatni. Arra most figyelnek külön, hogy elváljanak az MSZP-től a kommunikációban, hogy teljesen más dolgokat mondjanak, mint az MSZP? Hát formálisan teljesen elvált ugye a kettő egymástól, ez ugye önállóan két párt folytatja a kommunikációját, de az, hogy ez tartalmát tekintve kinek mi a hangsúlyosabb, én azt gondolom, hogy az előbbiek alapján is fontos. És ebben nem csak a sajtóban való megjelenés, hanem azok a tevékenység, azok az akciók és az a szakmai munka, ami zajlik, az önállóan zajlik, elkülönülten a Magyar Szocialista Pártól. Sokan attól tartanak, erről lehetett olvasni az utóbbi hetekben bőségesen, hogy pontosan Gyurcsány Ferenc személye lehet az akadálya annak, hogy legyen egy összefogás a baloldalon a Fidesz leváltása és Orbán Viktor leváltása, Orbán kormányának leváltása érdekében 2014-ben. Önök, amikor a tárgyalásokat folytatják akár az LMP-vel, akár az MSZP-vel, vagy más most meg nem említett erővel, akkor érzékelik ezt a távolságtartást? Ilyen tárgyalások inkább a háttérben folynak, és azt gondolom, hogy a véleményformálóknak egy kisebb csoportja, aki ezen az állásponton van. Hadd fogalmazzak meg egy másik állítást, ami arról szól, nekem az a véleményem, hogyha egy ilyen közvélemény kutatás során, amikor felsorolnak 10 pártot, hogy éppen most kit támogatna szívesen, a Demokratikus Koalíció neve, és ez nekünk egyidejűleg munkát is jelent, az nem eléggé közismert. Ha úgy tennék fel a kérdést, hogy Gyurcsány Ferenc elnök úr által vezetett pártról van szó, akkor szerintem majdnem kétszer ekkora támogatással is rendelkezhetne a Demokratikus Koalíció. Rosszul nevezték el a pártot, Gyurcsány Ferenc pártnak kellett volna nevezni. Ugye ilyen módon sokszor szokta emlegetik a sajtóban, de a dolog lényegét tekintve én azt gondolom, hogy sokan vannak, akik tisztelik és szeretik őt, de ezen túlmenően legalább annyira fontos a Demokratikus Koalíció által megfogalmazott értékvilág, és ehhez csatlakoznak a demokraták közül egyre többen. Mi bajuk van a MÁV-val kapcsolatos kormányzati tervekkel, mert egy egészen másik témába csapjunk át, ezügyben a különállásukat és ellenvéleményüket kifejtették az elmúlt egy-két napban. Ugye a parlamentben beterjesztett a kormány egy jelentős késéssel egy törvénytervezetet, amely a személyszállításról szól. Ennek a törvénynek két súlyos következménye lesz, az egyik politikai következményen túl. Ugye idáig a Fidesz ígéreteiben azt a képzetet, azt a hitet keltette, hogy ezt a vasúti működést teljes körűen minden formában finanszírozni kell. Ez a mellékvonali járatok újraindítása volt az egyik kampánycél. Így van, pontosan. Ezt el is kezdték. Itt most ennek következményeként előfordulhat az, hogy nem csak mellékvonalakat zárnak be, hanem egyébként akár Európai Uniós forrásból felújított vonalakat fognak leállítani, tulajdonképpen azért, mert az állami költségvetésből nem tudja finanszírozni. De nem járatritkításról van itt csak szó, én leállításról nem olvastam, csak arról, hogy a mellékvonalakon 3 pár szerelvénynek vagy eszköznek kell közlekednie minden település felé, tehát ez lehet busz is, lehet vonat is, meg arról, hogy a fővonalakon is ritkítani akarják, de nem megszüntetni. Ugye én örülök annak, hogy az évekkel ezelőtti álláspont az most pontosan megjelenik a kormány előterjesztésében, hogy igenis vannak olyan párhuzamos közlekedések, amelyeket fenn kell tartani, mert az utazók sokasága azt igénybe veszi, és a szolgáltatást ezt ilyen módon biztosítani kell, és van, ahol erre nincsen mód, hanem szükség van egy ésszerű szervezésre. Ez ellen folyt egy nagy kampány, de látható, hogy az ésszerű
közlekedés szervezésnek megvan a módja. De ez csak az egyik kihívás, hogy milyen módon zajlik majd a szervezés. A törvény következményeként a munkaadókra is komoly veszély leselkedik, mert a támogatásnak a az állami költségvetésből való finanszírozásnak én úgy látom, hogy itt egy jelentős teher áthárítása zajlik a munkaadók számára. Tehát itt a munkába járás feltétele is jelentősen változhatnak a következő időszakban, éppen ennek a törvénynek a következtében. Igen, azt lehetett olvasni, a munkaadóknak kell átvállalniuk a közlekedési költségek 80%-át, 85%-át, valamilyen szám jelent meg, de hát ez egyelőre csak terv, mint hogy a privatizációs veszély is, amit ön felvetett, és amit a kedves nézők még nem hallottak, de éppen azzal kezdtük a beszélgetést, ugye, hogy ott tartunk, hogy akkor ki akar itt mit privatizálni. Úgy látja, hogy ez az egész dolog, amit a személyszállítással a kormány tervez, a privatizációról szól? Egy része a szólhat erről is. Minden esetre a lehetőség meg lesz arra, hogy a közlekedésben új vállalkozók jelenjenek meg. Ez egyelőre nem baj, ezzel nincsen baj. Én éppen azt tartom bajnak, hogy nagyon későn jelent meg az a törvény, és a magyar hazai vállalkozásoknak a felkészülési ideje gyakorlatilag nagyon kicsi és korlátozott, különösen jelen gazdasági körülmények között, hogy ők egy ilyen közbeszerzési eljárás keretében eredményesen tudjanak részt venni. Az egy következő rész, hogy vannak olyan területek, ahol pedig ez a közbeszerzés kiiktatásra kerül, és lényegében politikai döntéssel adhatnak oda barátoknak ilyen lehetőséget. Na ez a baj. Pontosan. Köszönöm, hogy eljött hozzánk. Köszönöm a lehetőséget.